Indul a Stálkonyhája, Magyarország legnépszerűbb főzőműsora. A brownies, azaz a barnácska, az egyik legnépszerűbb hagyományos amerikai házisütemény. És mint minden házisüteménynek, ennek is meg annyi fajtája létezik, most egy narancsosat mutatok. Narancsos brownies, csoki mázzal. Ez a sütemény duplán lesz narancsos. Egyrészt narancsos lesz, mert a tésztájában apró kis kandírozott narancshéj darabkák bújnak majd meg, másrészt azért lesz narancsos, mert a tetejére egy narancsos csoki mázat fogok készíteni. Azzal indulunk, hogy apróra vágunk 10 deka csokoládét. Az és az étcsokoládé beleszórjuk egy kis fémtálba, amelyet enyhe gőzfölé tettem. Most jöhet hozzá a margarin, így együtt biztos, hogy úgy olvadnak, hogy nem ég le a csokoládé, ez azért jó módszer. Fogom és összeolvasztom őket enyhe gőz fölött, és amíg ez megtörténik, addig illatosra pirított diót mozsárban durvára török. Nem szabad nagyon apróra törni, mert az igazán finom, amikor a sütibe azért olyan felismerhető darabokban marad meg a dió. Rendben. A diót magam mellé készítem, és ránézek a csokira. Rendben, ez már eléggé felolvadt, úgyhogy sütőkesztyűt fogok, ígyni, és leveszem a gőzről a csokit. Nos, elzárom a gázt, és ezek után megy már minden, mint a karikacsapás. A finom liszthez hozzákeverek egy kis sütőport. Ebből olyan két kávés kanálat. A sütőpor azért kell, hogy fellazítsa a tésztát, hiszen a csokitól azért úgy rendes mennyiség lesz benne, jó, súlyos lenne, hogyha nem tennénk bele. Ennyi az egész. Na, jöhet a csoki, és ha már langyosra hűlt, akkor hozzáadok tojást egyenként, és robotgéppel eldolgozom. Jöhet még egy. Ezt is eldolgozzuk. És még az utolsót is. Rendben. Most a cukor következik. Aztán, ha a cukor is benne van, akkor egy picike sót teszek a liszthez, de csak egy csipetnyit azért, hogy kidobja a csoki édességét. Elkeverem, és a sütőporos lisztet is hozzáadom ehhez a csokoládés keverékhez. Végül hozzászórjuk az apróra vágott cukrozott narancshéjat, aztán a dió is belekerül. Jó, robotgép. Befejezte a tevékenységét, jöhet egy tepsi, a kész tésztát belesimítjuk, aztán 30 perc alatt megsütjük. Betesszük a sütőbe, és amíg sül, addig sem tétlenkedünk, mert elkészítjük a narancsos csoki mázat a tetejére. Ez a világ egyik legegyszerűbb narancsos csoki máza, figyeljenek, csak kell hozzá narancsos csoki, amit először is apróra vágunk. Inni, két táblányit. És az a lényeg, hogy minél apróbbra vágjuk, mert minél apróbbra vágjuk, annál könnyebben fog majd felolvadni. Így, ennyi elég lesz. És akkor most jön az alap. Az alap az az, hogy sűrített tejet beleöntünk egy kis edénybe, így. Aztán jöhet hozzá cukor. És az egészet kevergetve összemelegítjük, sőt, néhány percen át össze is forraljuk. A sűrített tejettől a rövid forralástól egy picit még tovább sűrül, sőt, egészen enyhén karamellizálódik is, és ettől ad egy olyan jó, kellemes ízt majd a máznak. A néhány perces forralás véget ért, elzárjuk alatta a gázt, és nemes egyszerűséggel hozzáteszünk margarint, így. Aztán hozzátesszük az apróra vágott narancsos csokit. Mivel ez a sűrített tejes alap még forró, a margarin is és a csoki is villámgyorsan elolvad benne.
addig kell kevergetni, amíg egy nemű keveréket nem kapunk. És ezután voltak épp a mász készen van, mert hogyha kihűlt, akkor csak betesszük a hűtőbe, ahol pontosan a margarintól jó sűrűre dermed, olyan kelhető állagúra. Aztán, ha a sütemény elkészült, rákenjük a mázat, és aki még tovább is akarja díszítgetni, az nyugodtan megszórhatja még több kandírozott narancséjjal, csak vágja jó apróra őket. Jó étvágyat hozzá! És ez már a megsült, kihűlt sütemény, amit körbevágtam, és kifordítottam egy vágódeszkára. Leemelem róla a tepsit, lehúzom a sütőpapírt, és fogom, és a narancsos krémet rákenem. Ennyi, ezután már lehet kockára vágni, vagy szeletekre, téglalap alakú szeletekre. Az a lényeg, hogy neki lehet esni. Jó étvágyat! Továbbra is várjuk kedvenc receptjeiket. A győztes nyereménye majd a budai, Budai Péter szakácskönyve. A műsor együttműködő partnere az Univer majonéz forgalmazója az Univer Produkt Zrt. A receptet és további információkat a www.stálkonyhája.hu internetes oldalunkon találhat. A műsort újra megnézheti a TV2 honlapján. A műsort a TV2 megbízásából a Stál Produkció készítette.